Akár a riasztók időzítését is megtanulhatták azok a tanulók, akik részt vettek az Emberi Erőforrás Minisztérium által meghirdetett út a tudományhoz elnevezésű pályázaton a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában. A digitális áramkörök nincsenek benne a középiskolai tananyagban, ám az ebből származó tudásnak a későbbiekben egyetemi szinten nagy hasznát vehetik majd a diákok. Mérhetjük például a jelen látható áramkör által kibocsátott jelfrekvenciát, azaz, hogy milyen gyakran adja le az adott jelet. Ezzel például létre lehet hozni különböző biztonsági rendszereket, amelyeket időzítünk. Bagdi Gyula éppen azt magyarázza, mire lehet használni a digitális oszcilloszkópot, amelyet most próbált ki több más műszerrel együtt a Németh László Gimnáziumban működő természettudományos laborban. Az Emberi Erőforrás Minisztérium a pályázatán az intézmény ugyanis kutatásra 700 ezer forintot nyert, amelynek jelentős részéből új eszközöket vásároltak. Ezek működésével ismerkedhettek meg az út a tudományhoz elnevezésű program résztvevői, még az utolsó gyakorlati órán is. Érdekesnek találtam mindazt, amit a tanár úr elmesélt róla, hogy új dolgokat tanulhatok meg, hogy olyan dolgokat tanulhatok, ami az egyetemhez kell, és ezzel egy pluszt kaphatok a programtól. Az októbertől júliusig tartó kutatási program három elhivatott a jövőben és a természettudományokkal foglalkozó fiatal számára tudott fejlődési lehetőséget biztosítani. Érdekelt a digitális áramkörök, a digitális dolgok, hogy hogyan működnek, mégis hogyan lehet őket összerakni, mert ugye a számítógépek is ilyen áramkörökből épülnek fel, és akkor régóta érdekel már az informatika is, és akkor ennek az összességéből én úgy gondoltam, hogy erre a programra nagyon hasznos lesz, ha jelentkezem, és nem is bántam meg, tehát sok élménnyel is, meg sok tudással gazdagodtam. Az értékes információk mellett a pályázat résztvevői ösztöndíjat is kapnak, személyenként 45 000 forintot.